Fuldából betelepült németek állítatták a Pécs-Devecser főutcáján található Mária szobrot. A török hódoltság alatt elnéptelenedett baranyai falu ugyanis az 1700-as évek első felében német nyelvű lakossággal települt újra. A hagyományos falunap keretében az ünnepi szentmise után áldotta meg a helyi plébános a most megújult szakrális emléket. Ez a falu akkoriban teljesen német falu volt, 250-260 német lakossal. 19 évvel ezelőtt is már volt egy felújítás, és hát időszerűvé vált. Én, mint a német önkormányzat elnöke és echte svábnak tartom és vallom magam, és erre büszke is vagyok. Időszerűnek találtam, hogy most ismét újítassuk fel, hiszen az őseink hagyták itt értéknek nekünk, és az értékek megóvása, őrzése, mint magánember is, mint német önkormányzat elnöke is nagyon fontosnak tartom. A nyáron elkezdtük a kerítést, azt a képviselőtestület csinálta, és a Kis György, aki restaurátor, ő a szobrot és a talapzatot állította helyre, tehát ő szakszerűen tudta megcsinálni. Mária kék-fehér ruhát visel, és egy félgömbön állva eltapossa a gonoszt és a rosszat szimbolizáló kígyót. A két szín, a kék és a fehér is a tisztaságot jelképezi. Teljesen az eredeti színvilág meg lett tartva. Az öltözet, az a kék, ez ugyanígy megvolt, csak teljesen el volt kopva. A koronája, azt kb. 30 évvel ezelőtt, a glóriája, az teljesen drótból volt akkoriban fonva, az teljesen elrozsdásodott, eltört, azt most újat tettünk. Régi vágya a német nemzetiségi önkormányzatnak egy tájszoba kialakítása. Évente megszervezett kirándulásaikon ugyanis ilyen sváb tájházakat látogatnak meg, és nekik is lenne mivel berendezniük pár helyiséget. Gondunk van, mert egyre kevesebben vagyunk igazi tőzsgyökeres svábok itt a faluban. A 70-es években volt egy időszak, amikor nagyon sokan elköltöztek innen a faluból, a szomszéd településre, Újpetrére, és másik dolog, szerencsés helyzetben is vagyunk, mert a házainkat meg német állampolgárok vették meg. Igyekszünk összedolgozni minden programjaink, talán az egyik legjelentősebb, ez ami ma is van, ez a Dorfestünk, ami, mivel kicsi falu vagyunk, ez a falunap is itt helyben, és ezt úgymond nagyjából a német önkormányzat finanszírozza. Ezen kívül évente elmegyünk a német önkormányzat finanszírozásával tájházakat megnézni, a hajostól kezdve eleken több helyen jártunk, mert idén Székelyszabaron voltunk, Mikulás csomagot oszt a német önkormányzat a gyerekeknek, az újpetrei német óvodát támogatjuk, nemzetiségi óvodát, az iskolának adunk támogatást, búcsút tartunk, azt is szentmisével. A falu életében mindig jelentős volt a németség, sőt volt olyan időszak, hogy csak németek laktak. Hát megváltozott sajnos ez az állapot, egyre kevesebben vagyunk. A tavalyi évben 8 német idős ember halt meg, tehát az idei népszámlálás és a váltás elég necces lesz a program. Igazából csak az ilyen nemzetiségi napunk van, tehát úgy különösebben búcsút szoktunk még tartani, tehát különösebben ilyen hagyományaink nincsenek, kevés a gyerek. Tehát igazából táncsoport vagy énekkar, tehát 105 lakosa van a településnek, tehát nagyon kis minimális. A szentmise után ebédre és nemzetiségi programra várták az érdeklődőket a szervezők.